Vidáman indult az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap az István Király Általános Iskolában. A Fejér megyei Szabadidősport Szövetség hozott egy kupát a sulisoknak, azért a teljesítményért, amit az iskola közössége a Magyar Diák Sportnapján nyújtott. Szeptember végén több mint 300 diák segítségével készült megdönteni az áthajtásos ugráló kötelezés világrekordját Bánhegyi Adrien, többszörös Európa és világbajnok kötélugró az intézményben. Már a rekord végül nem sikerült, több napos felkészülést követően, így is egymás utáni 123 sikeres ugrást hajtottak végre a résztvevők, így elismerést alapított a Szabadidősport Szövetség, melyet elsőként az istvánosok vehettek át. Kihívás napján az Európai Sporthét, Világgyaloglónap és minden más olyan rendezvényeken aktívan részt vesztek, sőt nem csak részt vesztek, hanem a kollégákkal, tantestület tagjaival segítitek a lebonyolítást, a szervezést, és együtt szoktuk ezeket a rendezvényeket csinálni, akár városi, akár megyei, sőt most ugye országos szinten is, és ezt a tevékenységet szeretném megköszönni. Mindig egészséges egy kutya. A nap további részében a diákok játékos formában, interaktív előadásokon, szakmákkal ismerkedhettek. Érkezett az intézménybe állatorvos, vízügyi és banki szakember, de katona és rendőr is pénteken. Nagy örömünkre szolgál az, hogy a gyerekeknek folyamatában meg tudjuk rendezni a témaválasztási napot, pályaorientációs napot. És ez nem csak egyszeri alkalom, csak egy évben vagy egy fél évben egyszer tudunk erre napot biztosítani. A partnereink itt vannak ma, és valamennyien azon vannak, hogy a gyerekeknek felejthetetlen élményeket szerezzenek. A tematikus napon a felső tagozatosok szintén a pályaválasztással kapcsolatos ismereteiket bővíthették. Őket workshopok is várták, hiszen rájuk hamarosan új kihívások várnak, és indulnak a középiskolai felvételik.